Szeretettel köszöntöm az irányvonal nézőit. Hallgatónk, illetve nézőnk kérdése úgy hangzik, hogy egy újabb kérdés foglalkoztat, amit évek óta teszek egyébként, tehát egy gyakorlatról van szó, nevezzük közbenjáró imának. Erről szeretnék többet tudni. Például, amikor szeretteinkért kitartóan imádkozunk, de úgy tűnik, hogy a válasz késik, akkor mi van a másokért mondott imával, népszerű nevén a közbenjáró imával? Hogyan hat, vagy hogyan nem hat ez? Én mindenféleképpen szeretném itt a legelején leszögezni azt, hogy a hittel mondott kitartó imádságnak mindig van eredménye. Tehát ez az alap. Ha nézzük ezt a mondatot, akkor azért van itt két kulcs, hogy a hittel mondott kitartó imádságnak. Tehát az ima nem úgy működik, mint egy varázsszöveg, nyilván ezt nézünk sem így gondolta, de azért jó ezt tisztázni magunk számára, mert valahogy úgy vagyunk vele, hogyha az Isten nagy, én meg kicsi, és hogyha én kérek valamit, és tudom a megfelelő szavakat vagy módot, akkor valahogy annak működnie kell, mert ha nem, akkor biztos nem hiszek, vagy rossz vagyok, vagy nincs Isten. Tehát félünk ezektől a gondolatoktól, ezért fontos, hogy a hittel mondott kitartó imának. Tehát amikor az ember hittel beszél az Istenhez, az azt jelenti, hogy nem abban biztos, hogy úgy lesz, ahogy én akarom, hanem a hit arra vonatkozik, hogy tudom, hogy ő kicsoda, bízom benne, ezért tudom, hogy van értelme vele beszélgetni erről. A másik kulcskifejezés, hogy a hittel mondott kitartó imádságnak. Tehát amikor ezt nem adom fel, hanem akár évekig, évtizedekig ezt gyakorlom, akkor biztos lehetek abban, hogy szerte ágazó, sokszor általunk nem is ismert eredményei lehetnek ennek a fajta imádságnak. Rögtön nézzük a másokért mondott imának az alapvető eredményeit. Alapvetően két iránya van ennek az imádságnak és ennek eredményének. Biztos, hogy például a másokért való imádság visszahat arra, aki imádkozik. Ha például én elkezdek valakiért imádkozni, akit a szívemen hordok, vagy mondok még merészebbet, elkezdek imádkozni valakit, aki nagyon nincs a szívemben, biztos, hogy pozitívan fog rám visszahatni, mert Istennel, a szeretet Istenével beszélek arról, hogy szeretném, kérem, mutassa meg ennek útját, módját, ha úgy kell lennie, hogy hogyan lehetne változás az ő életében. Főleg, hogyha jót kérek, mert nyilván még az ellenségünkért is nem úgy megyünk a szeretet Istenéhez imádkozni, hogy azért jó olvasson be neki, vagy egy kicsit azért fricskázza meg, legyen szíves. Tehát biztos, hogy visszahat rám, amikor jó ügy érdekében, szerettemért, vagy akár ellenségemért beszélgetek Istennel róla. A másik eredmény, ami talán egy kicsit nehezebben lekövethető, akiért imádkozunk az ő életében. Itt egyszerűen csak azt mondanám, hogy az Isten útjai egészen különlegesek, és a Bibliának számos története van, ahogy az Isten összerendezgeti a dolgokat, és amikor látja, hogy valaki imádkozik a másikért, akkor a kitartóan imádkozót az Isten néha egészen különleges módon használja fel magát az imádkozót. Lehet, hogy ezt csak az örök életben fogjuk majd tudni pontosan látni, ahogy a szövevényes világ történelemben az emberi összekapcsolódások sűrű fonalában végül is összeértek a szálak. De kétség kívül igaz az, hogy különleges történetek szólnak arról magában a Bibliában is, hogy Isten a valóban őszintén imában fáradozót összekapcsolja azzal, akiért imádkozik. Tehát nem csak az ő szívét formálja, alakítja a kérő imádság által, a közbenjáró imádság által, de valamilyen módon sokszor be is illeszti az ő fáradozását, az imádkozó igyekezetét annak az embernek az élete átformálására. De itt azért rögtön hozzá szeretném tenni azt, hogy ez valóban bizalmat igényel az Isten felé, mert itt megint csak le kell tenni a mi jó kis emberi elképzeléseinket, hogy fú, múlt héten már háromszor imádkoztam, érted? Most akkor jövök, bekopogok és megmondom neked, hogy szedd össze magad, mert én nem csak imádkozom, érted? De meg is tudlak téged változtatni. Nem tudjuk egymást megváltoztatni. A dolognak ezt a részét egészen Istenre kell bíznunk. Már csak annál is inkább, mert egyébként a közbenjáró ima kifejezés nagyon szép és nagyon szemléletes, de egy bizonyos értelemben akár kicsit félrevezető is lehet.
hiszen Pál apostol Timóteushoz írva az első levele második fejezetében tisztázza azt a kérdést, hogy egy a mi atyánk és egy a mi közbenjárunk, egyedül Jézus Krisztus végez igazi közbenjáró szolgálatot. Tehát ő meghalt a bűnösért a kereszten, és olyan módon küzd az ember lelkében, akár gondoljunk csak a Szentlélek munkáján, a lelkiismeret hangján keresztül minden egyes emberért, ahogyan mi ugyan imádkozunk egy másik emberért, de a másik ember lelkében küzdelmet, fáradozást nem tudunk folytatni. Jézus életében van egy nagyon szép nyoma is ennek, amit Lukács evangéliumában a 22. fejezetben olvashatunk, a 31. 32. versben, amikor szeretett kedves tanítványához, egyikhez a sok közül szól Péterhez, és azt mondja, Simon, Simon, az ördög kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, ne aggódj, én imában kísérlek téged, veled vagyok, küzdök érted, veled. Imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, majd azért idővel megtérve erősítsd a te atyád fiait. A versengő, állandó bizonyítási és megfelelési kényszerrel küzdő Péterért, a későbbi apostolért. Jézus tehát imában küzd, és erről biztosítja Pétert is, hogy majd legyen miben kapaszkodnia, amikor megtagadja őt hajnalban a kakas szó után. Tehát ez a fajta közbenjárás Jézusra egészen különlegesen vonatkozik. Mi legfeljebb hordozunk másokat imában, de a jézusi közbenjárást igazából nem tudjuk beteljesíteni. De ez nem azt jelenti, hogy felesleges küzdeni a másik emberért. Ábrahám története is eszünkbe juthat, aki Mózes első könyve 18. fejezetének a 22. versében kezdődő történet szerint beszélget Istennel és a három isteni küldöttel arról, hogy Sodomát és Gomorát ne pusztítsa el. Hát ez azért valódi közbenjárás, ha elolvassuk a történetet, mert alkudozni kezd Istennel. Isten elmondja az Úr angyala, isteni személy, isteni követ, hogy azért jött, hogy Sodoma és Gomora rendkívül gonosz bűnösségének véget vessen, és hamarosan ezek a városok elpusztulnak, mire Ábraham felkapja a fejét, és azt mondja, hogy Istenem, lehetetlen, hogy te sörétes puskával lőj ezekre a városokra, hiszen ott biztos vannak jók is, ha csak 50 van, Isten azt mondja, jó, de Ábraham emeli, pontosabban csökkenti a tétet, ha csak 40, ha csak 30, ha csak 20, ha csak 10, és Isten azt mondja, hogy na ezt szeretem, mikor egyik ember szeretetből a másik megmentésért alkudozik velem, akkor én szívesen engedek. Nagyon érdekes ez a fajta közbenjárás. A közbenjárás töltete mindig a megmentő szeretet, ereje a kitartó hit. Az így elmondott imádságoknak mindig nem számunkra teljesen fel sem mérhető sok irányú következményei vannak. Gondoljunk csak egy utolsó gyönyörű példára, Jézus Krisztusnak kereszten mondott közbenjáró imádságára. Amikor az őt megfeszítőkért így fordul az atyához, hogy atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Olvassuk Lukács evangélium a 23. fejezetében, a 34. versben. És tulajdonképpen az eredményt látjuk is, meg nem is. Mert nem veszik le őt a keresztről, Jézus belehal a lelki szenvedésbe. A katonák nagy része értetlenül dolgát, feladatát végezve áll az egész kérdéshez. Azonban látjuk, hogy később az egyik lator, vagy a százados, aki levezényli az egész ceremóniát, ezt a tragikus keresztrefeszítést, elismeri, illetve felismeri Isten jóságát, szeretetét. Szóval ne hagyjuk abba, van értelme, mert a másokért való imádság első eredmény visszahat ránk, jobbá tesz bennünket. Aztán ne felejtsük el, hogy a másik, akiért imádkozunk, szabad lény, tehát mi a szabad választását, akaratát nem fogjuk tudni a mi imádságunkkal felülírni, de Isten a nagy rendező. Különleges módon össze tudja kapcsolni az imában fáradozó embert a másik emberrel. És az is egy csodálatos dolog, és egy nem mellékes harmadik eredmény, hogy az e fajta fáradozást, amikor valaki valakit a szívén hordoz, sokszor tanúk kísérik, akik látják ezt, és akiket megindít ez, akiket elképeszt, hogy tud így imádkozni, és ilyen kitartó lenni egy másik ember felé. Ez az átformáló erő nem csak az imádkozóra, de az imá tárgyát képező másik személyre, és az ezt tanúsító más személyekre is hatással lehet. Hiszen ott van az az apostolok cselekedetében olvasható történet,
Amikor azt látjuk, hogy István vértanú imájára válaszul, majd éppen Saulus, a későbbi Pál apostol tér meg. A másokért mondott imádság valóságos jótett. Ugyanolyan jótett, mint amikor az éhezőnek enni adunk, vagy meglátogatjuk a beteget. És biztosak lehetünk abban, hogy eredménye van Istennél, sok irányú eredménye van.